Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakae Metal autóalkatrész. Sziasztok! Ma az Audival fogunk foglalkozni. Ugye legutóbb a Schilleres Yarisos forgatáson használtuk, amikor elkezdett elől is folyni az első simmeringnél az olaj. Roland már annyira megszerette az Audit meg a szerelését, hogy ismét ő fogja nyektetni ezt a projektet. Mi fog történni, Roland? Lebontom az elejét, veszedem a csörlőt, a lökhárítómeredőtőt, ezt? Ez egy nagyon szép lökhárító, nem tudom, mivel a problémád vele, ez dizájnos. Igen, kiszedem a hűtőkonzolt így egybe mindennel együtt, és akkor hozzá lehet a motor elejéhez férni, kicseréljük a görgőket. Fog fejlesz itt. Igen, kicseréljük a görgőket, szimeringet. A szíjat már múltkor kicserélte, Dani, úgyhogy azt azért. Ez egy szép új szíj, igen. Illetve, hogyha ezzel megvagyunk, akkor pedig a váltóval is foglalkozunk, ugye ott is volt probléma vele, hogy az elektronika az továbbra se az igazi. Igen, hát ezt sajnos nem tudtuk egyben megcsinálni, mert a kocsi teljesen mozgásképtelen lett, úgyhogy nem tudtuk kideríteni konkrétan, mi a baja. Most közelebb vagyunk hozzá, igen. Fel lesz teljesen újítva a szeleptömb, vezetékkel, szelepekkel, mindennel. És a főnöknek megtiltjuk, hogy többet vízbe menjen, és akkor remélhetőleg működni is fog. Lesz egy ilyen távkioldó, és ahogy megy a víz közé, így lelőjük a kocsit. Így van. Egy ilyen biztonsági kapcsolót beteszünk, és akkor hátha nem teszi tőle többet. Végeztem az Audi szétbontásával, végül is jó volt a felvetés, a főtengely szimmering enged, ezt az egy görgőt kell még rajta cserélni, illetve egy főtengely égszíjtárcsát, mert az egy picit ki van repedezve, és nehogy leszakadjon. Leengedem belőle még az olajat, utána pedig kimosom a hűtőt és a hűtővíztartályt. És külön az összes hűtő el van takarítva. A mai videó támogatója a Car Vertical. Egy pár szó a szolgáltatásról. Ugye sokan szoktátok kérdezni, hogy a képekkel hogy van, és leginkább ez akkor elérhető az autóról, hogyha ilyen törött autós aukciós oldalon árulják az autót, így van legtöbbször kép róla. Nézzük meg egy jelentést egy Mercedes GLE autóról. Azt írja, hogy tulajdonképpen nem lopott, a használata minden rendben van, a kilométerszámláról sem volt tekerve, és sérülése sincsen, viszont ahogy rámegyünk a képekre, akkor itt látjuk, hogy a jobb eleje volt sérülve az autónak. Nem tűnik túlzottan nagy sérülésnek, mert nem nyíltak légzsákok, illetve tulajdonképpen a kerékhez sem ért el, csak a lökhárító, illetve sárvédő és az első sárvédő sérült géptetővel. 83.550 km van a regisztrált adatok alapján az autóban. Hogyha szeretnétek lekérdezni ti is az autótokat, akkor a Check Engine kuponkóddal vagy a videó alatt található linkkel 20% kedvezményt kaptok. Hogyha nem vagytok elégedettek a szolgáltatásra, akkor pedig visszakapjátok a pénzt. A tegnapi szétszerelés és hűtőtakarítás után ma megérkeztek az Audihoz az alkatrészek. Ezeket beszereljük, a motor járóképes lesz. Ma kedv van, és pénteken pedig a váltót fogjuk felújítani. Bekerült az Audiba a főtengelyszimmering. Ez egy picit kalandos volt. Ugyanis az E-ring adott hozzá egy ilyen szerszámot, ez már a használt szimmering, amibe így bele volt húzva. De ezzel így nem lehet oda beütni, mert a műanyag pont olyan átmérőjű, mint a tengely. Úgyhogy fogtam, a szimmeringet ráhúztam egy papírpohárra, ez már szélesebb volt, mint a tengely, rátoltam, és így ütöttem be. Szóval kész a motor eleje, bekerült a szimmering,
az új főtengelyék szíjtárcsány, az új vezetőgörgő, szíjat nemrég kapott, amikor a generátort felújították, a feszítőjét is nemrég kaphatta, mert még jó, feszít rendesen, a többi görgő rendben van, nem süvít, nem nyíg. Visszaszereltem a lámpákat, az összes hűtőt, visszakötöttem a vízcsöveket, a klímát is, szándékunkban áll megcsinálni, hát ha fog működni, még vissza kell szerelni rá a csörlőt, a lökhárítót, mivel a hűtőt már nem sok minden tartja a helyén, hiszen az aljáról minden letört, így úgy gondoltam, hogy egy picit fejlesztem a hűtőtartót. Ide gyárilag amúgy két műanyag stift csúszik be, nagyjából annyit tud tartani, hogy ne billenjen ki a helyéről. Nyilván utcán ez elég, nekünk nem. Kezd feltámadni az Audi, a váltójavítást pedig kiadtam alvállalkozónak, mert mindenára ragaszkodott hozzá, hogy ő csinálja meg. Mindenféleképpen. Ez fog bekerülni a váltóba, ez egy felújító készlet, kettő darab szalagkábel és a szelepek. Összetettnek tűnik a szerkezet, de kicseréltük benne itt tulajdonképpen ez az egyik kábel, ami problémás szokott lenni, illetve most, mint megtudtam, itt ebbe van egy toldás belül, és általában azt szokta megadni magát, és kettő szelepet adtak hozzá, hogyha jól értettem a dolgot. Igen, három. Rosszul értettem a dolgot ezek szerint. Ezeket cseréltük ki, illetve ez a kábel, és akkor most már, ha jól látom, akkor megy az összeszerelés, és Roland újra megmelegítse, hogy kiderüljön, hogy megoldódott-e vele a probléma, nagyon bízunk benne. Már majdnem teljesen elkészült a váltó, és közben felfedeztük a javítást, hogy mi lehetett a probléma. Nézd, Dani, nézd. Valaki ilyen szépen megjavította ezt a váltót. Szerintem ez nem gyári. Nekem van egy ilyen tippem, hogy az ott nem gyári, lehet, hogy ez volt a problémája a váltónak. Hamarosan kiderül. Így első benyomás az, hogy sokkal gyorsabban vált és sokkal finomabban, szebben elindul. Egy szóval egyelőre úgy néz ki, hogy jó lett. Én igazából csak dísznek vagyok itt, mert Roland csinálta tulajdonképpen az egészet. Volt melegedési problémánk, és a ventilátorra sikerült leszűkíteni a hibát, igazából azért forralta a vizet, mert egyáltalán nem volt hűtése. Kimosta Roland a hűtőt, mikor ki volt szedve, viszont a ventilátor ettől függetlenül sem ment. Kérlek, mutasd meg, hogy sikerült orvosolni a problémát. Így benyújtam kézzel, így, és megforgattam kézzel, mert be volt szorulva a sártól. Mind a kettő, ezért nem indult el. Tökéletesen elindult. Szóval... Azt mondtam, mondjuk, mivel oda csavaroztam, egy picit rázza a kasztint nagyjából, mint hogyha a kettős tömegű, itt fél tömegű lenne. Nem baj, de... ez alapvetően sose zavart minket, hogy az autó... Ja, az nem. Azóta kicsit már amúgy volt béren. Így van, egy kicsit koszos lett, és sokat nem bírtunk. Kezdésnek Oliver leszakította a kartervédőt, és egy ilyen gyors megoldást sikerült kitalálni. Nem. De Oliver szakított. Így van. A háttérből magyaráz, de ne higgyetek neki, mert ő szakította le. Én mondtam neki, hogy nem lesz jó, de ő csak azt mondta, hogy gyávanépnek nincs hazája, aztán... Szerintem belülről is, meg kívülről is van róla videó. Lökött neki egy kövéret, így van, szóval bizonyítani is tudom ezt. Mindegy, de igaza van róla annak, hogy nem csak a kartervédő szakadt le, hanem a cooler is vele együtt, de hál' Istennek az sérülni nem sérült. És míg után ezt megjavítottuk, sikerült még menni nagyjából egy 20 percet, és akkor a motor úgy döntött, hogy megáll. Vagyis legalább egy órát járt még. Nem, annyi szerintem nem volt. Hát fölértünk, és megálltunk, és onnan tulajdonképpen már vontatva jöttünk vissza. A lényeg az, hogy sajnos újabb problémával szembesültünk.
köszi, hogy itt voltatok ebben a videóban, főleg Rolanddal, én csak néha itten telekontárkodtam. De ha tetszett, akkor írjátok meg kommentbe, nyomjatok lájkot, illetve iratkozzatok fel mindkét csatornára, és ne felejtsetek el. Tőlem tanult a nagyon ügyes a fiú. Sziasztok!